Howard Phillips Lovecraft, a sötétség lakója. Robert Blocknak. Látta másítani a sötét világot, a fekete bolygók csillagtalan hevét. Céltalan pályákon vak módján haladnak. Ki ismerné mindük hatalmát és nevét? Nem ez is. Még azok is, akik behatóan foglalkoztak az esetével, haboznak megkérdőjelezni, hogy Robert Blake valóban villámcsapás áldozata lette. Még az a lehetőség is fennáll, hogy a haláloka csupán egy erős elektromos kisülést követő idegsok volt. Vitathatatlan, hogy tetőtéri műtermének valamennyi ablaka tökéletesen épp maradt. A természet azonban már gyakran bebizonyította az embereknek, hogy milyen meglepetésekre képes. Az arcára fagyott iszonyú kifejezést minden további nélkül az automatikus izomreflex számlájára lehet írni, amelynek talán semmi köze a halálát közvetlenül megelőző eseményekhez, míg napló bejegyzései egyértelműen bizarr képzelő erejéből fakadtak, amit bizonyos babonás rögeszmék még izgattak föl néhány rég elfeledett dologgal egyetemben, melyekre röviddel azelőtt terült újra fény. Ami pedig a különös rendellenességeket illeti az elhagyott federál hilli templomban, a megfontolt elemző ezeket minden bizonyal öntudatlan, vagy esetleg nagyon is tudatos szélhámosságnak tartaná, amelyben Blake részességét sem lehet teljesen kizárni. Elvégre az áldozat író volt és festőművész, aki teljes egészében a mítoszok, álmok, szörnyűségek és babonák ábrázolásának szentelte magát, s folyton folyvást fantasztikus jelenetek, és valótlan, kísérteties effektusok után kutatott. Korábbi látogatása a városban, mikor is egy különös öregembert keresett fel, aki hozzá hasonlóan okkult és tiltott tudományokkal foglalkozott, halállal végződött az emésztő lángtengerben, s az ifjú bléket csak is valami beteges ösztön vonzhatta vissza ide ismételt alkalommal, szülőhelyéről, Milvókiből. Noha napló bejegyzéseiben ezt makacsú tagadja, igen nagy a valószínűsége, hogy a régi történetek nem voltak egészen ismeretlenek számára, s idő előtti halála talán csírájában folytotta el irodalmi feldolgozásukra tett kísérletét. Azok között, akik ezt a tragikus esetet minden oldalról tüzetes vizsgálatnak vetették alá, és összefüggésbe hoztak egymással néhány látszatra igen távol eső körülményt, Akadnak egyesek, akik egy másik, sokkal kevésbé racionális és mindennapos elméletet képviselnek. Ők jobban hajlanak rá, hogy a bejegyzéseket autentikus bizonyítéknak tekintsék, és rámutatnak bizonyos tényekre, mint például a régi templomi jegyzőkönyvek kétségbe vonhatatlan létezésére, a csillagok bölcsessége nevet viselő gyűlölt és unortodox szekta egészen 1877-ig bizonyítékokkal alátámasztott működésére. Egy túlságosan kíváncsi újságíró Edwin M. Lillybridge eltűnésére, amiről 1893-ban a helyi lapok is beszámoltak, mindenek előtt azonban az iszonyú félelemnek arra a hátborzongató kifejezésére, amely röviddel titokzatos halála előtt ült ki a fiatal író arcára. Ennek a sajátos felfogásnak az egyik hangoztatója volt az az úriember is, aki a furcsán díszített fémszelencét a lapokra csiszolt kővel együtt a tengeröbből behajította, miután rábukkant a régi templomtoronyban, nem a főépületben, ahol blék naplója szerint eredetileg lennie kellett volna, hanem a szurok sötét, ablaktalan toronyszobában. Bár ezért mind hivatalos, mind nem hivatalos oldalról heves támadások érték, az illető egy köztiszteletnek örvendő orvos, aki szabadidejében meghökkentő néprajzi jelenségek tanulmányozásával foglalkozott, kijelentette, hogy cselekedetével valami olyasmitől szabadította meg a földet, ami hihetetlenül veszedelmes lehetett volna. Az olvasóra bízzuk, hogy eldöntse a két felfogás közül melyikhez kíván csatlakozni a Robert Blake hagyatékában talált iratok betekintést engednek nekünk az eseményekbe, ahogy ő látta, látni vélte, vagy legalábbis látni akarta őket, míg az újságcikkek minden konkrét részletről beszámolnak a maguk logikus szemszögéből. Ha gondosan, szemtelenül és előítéletektől mentesen tanulmányozzuk át a naplót, különösebb nehézség nélkül rekonstruálni tudjuk belőle a sötét események menetét, kimondottan a főszereplő nézőpontjából. Az Ifjúblék 1934 35 telén tért vissza Providencebe, és egy óvárosi ház legfelső emeletét bérelte ki magának, a College Street szomszédságában. Hangulatos, vonzó hely volt, egy régi módi falusias kertecskével. A györgykori épületnek klasszicizáló portája volt, Magasított középrészű teteje, melynek oldalában alacsony ablaksorokat alakítottak ki, klasszicizáló portálja, és rendelkezett a kora 19. század építészetének összes többi jellemző jegyével. Oda bent táblásajtók voltak, széles küszöbök, egy csiga lépcső, fehér kandalló párkányok az aram időszakból, és egy sorszoba, melyek a ház szintjénél három lépcső fokkal mélyebben helyezkedtek el. Blék dolgozó szobájából egy jókora délnyugati fekvésű helyiségből az előkert virágágyaira lehetett rálátni, a nyugati ablakból pedig, amely elé az íróasztalát állította, pompás kilátás nyílt a város háztetőire, és az esténként mögöttük lánguló naplementére, mely ábrándos misztériumokat sejtetett. A messzi horizonton a nyílt vidék bíbor fény lettek. Ezek előtt Blék lakásától mint egy két mérföldre emelkedett a kísérteties, Federal Hill, megszámlálhatatlan kéményével, tornyával és nyergestetőjével, melynek bizonytalan sziluettje rejtelmesen eltorzult és szétmosódott, mikor a városi tűzhelyek füstje az égre szállt, és minden tiszta körvonalat borongós fátyolba burkolt. Bléknek néha az a sajátos érzése támadt, mintha valami ismeretlen, álomszerű, éteri világba tekintene, amely talán, vagy talán mégsem, Bármelyik pillanatban formátlan sémákra hullhat szét, ha személyesen testi valójában is megpróbálná átkutatni. Miután szinte minden könyvét elhozatta a hazúról, az épülethez illő bútorokkal berendezte lakását, s neki az írásnak meg a festésnek. Egyedül élt, az egyszerűbb házi munkákat külső segítség nélkül végezte el, a műterme a tetőtérben volt, ahol a sok ablak gondoskodott a megfelelő megvilágításról. Az első itt töltött télen írta öt legismertebb novelláját, Az a dolog a mélyből, A sírbolt férgei, Sagái, Pnát völgyében és A falánk űr címmel, és hétképet festett. Az ihlet óráiban vászonra vetett vázlatokat névtelen, minden emberi vonásnak híján lévő szörnyekről és hallatlanul idegen, földön kívüli tájakról. Alkonyatkor gyakran ült gondolatába merülve az íróasztalánál, s ábrándozva nézte a memoriál hol sötét tornyait, a bíróság györgykori épületének magas sziluettjét, az óváros csúcsba futó tetősorait, meg a távolban ragyogó, tornyokkal koronázott dombot, melynek ismeretlen utcái és útvesztőként kanyargó tető rengetege olyannyira izgatta fantáziáját kis számú helybéli barátjától hallotta, hogy ezt a sajátszerű városnegyedet szinte kizárólag bevándorolt olaszok lakják, noha a legtöbb épület még a Jenkik és az Írek idejéből származik. Előfordult olykor, hogy messzelátóját erre a kísérteti elérhetetlen világra szegezte, melynek oda át kell elterülnie a kémények gomolygó füstje mögött. Kiválasztott néhány fiatornyot vagy viharvert cseréptetőt, s eltűnődött rajta miféle bizarr és hallatlan események történhettek ott egykoron. A Federal Hill még messze látóval nézve is idegenszerűnek, félig meddig mesésnek tűnt valahogy, mintha rokonságban állna a valótlan emberi észsel felfoghatatlan csodákkal, amelyekről Blake elbeszéléseiben és festményein adott képet. Ez a benyomás azután sokáig bujkált benne, még akkor is, mikor a domb már kezdett belemosódni az ibolya színű, lámpák csillagozta félhomályba, s fellobbantak a bírósági épület reflektorai, meg a rikító vörösben izzó fényreklámok. A Federal Hill összes távolba vesző épületek közül bléket egy óriási, komor templom nyűgözte le leginkább. Körvonalai egyes napszakokban különös élességgel tűntek elő, s alkonyatkor a zömök csúcsos torony sötét intőjelként rajzolódott ki az égboltra. Blake úgy ítélte meg, hogy a domb legmagasabb pontján állhat, mert messze fölébe toronylott a roskatag, ferde, ütött kopott tető rengetegnek, amely fölött már legalább egy évszázada, ha ugyan nem régebben uralkodhatott, ahogy az koromtól és viharoktól kikezdett kőfalain látszott amennyire ez messze látóval kivehető volt, a templomépület épület az Abjón időszakot követő neogót reneszánsz egyik legelső képviselője lehetett, s a vonalvezetésében és arányaiban még a györgykori stílus utórezgései tükröződtek. Valamikor 1810 és 1815 között építhették. Ahogy teltek a hónapok, Blake különös, egyre fokozódó érdeklődéssel tanulmányozta ezt a távoli és oly elutasítónak ható épületet. Mivel a hatalmas ablakokat sosem látta kivilágítva, arra a következtetésre jutott, hogy a templom elhagyott. Minél tovább nézte, annál hevesebb lángra gyúlt tőle a fantáziája, míg végül őrültebbnél őrültebb dolgokat kezdett bebeszélni magának. Úgy látta, mintha a zord épület körül a bomlás bizonytalan aurája lebegne, úgyhogy még a galambok meg a fecskék is kerülik tetőgerendáinak füsttől fekete moháját. Messze látójával az összes környező torony körül csapatos túl fedezett fel madarakat, a templom közelébe azonban sohasem merészkedett egy sem. Legalábbis ezt vélte megfigyelni a napló bejegyzései szerint. Messze látón megmutatta az épületet néhány ismerősének, ám azok nem tudtak magyarázatot adni erre a furcsa körülményre, hiszen egyikük sem járt még a federál hillen. Eljött a tavasz, és Bléket különös kínzó nyugtalanság fogta el. Neki látott, hogy papírra vesse egy rég tervezete regényét. Az egykori méni boszorkány kultuszokról szólt volna, ám minden erőfeszítése ellenére nem igazán haladt vele. Egyre több időt töltött foteljában ülve a nyugati ablak előtt, az alkonyi vörösben fürdő dombot nézte, s rajta a sötét tornyot, melyet az égbolt minden madara elkerült és mikor a kerti fákágain nyiladozni kezdtek az első zsengerügyek, s a világ friss szépséggel telt meg, blék nyugtalansága csak még erősebbé vált. Ezekben a tavaszi napokban jutott arra az elhatározásra, hogy még ma vagy holnap átvág a városon, hogy személyesen másza meg a mesés dombot, hát ha sikerül eljutni az alkonyi párák koszorúzta álomvilágba. Már április végére járt, mikor Blake csak ugyan nekivágott az ismeretlennek. Véget nem érő utcákat és tereket kóborolt be, átkelt az óváros legnyomorúságosabb negyedein. S végül elérte a meredeken a magasba vivő, hosszú évszázadoktól simára koptatott lépcsősort, melyről bizton vallotta, hogy el fogja vezetni abba a csupán távcsövön látott, elérhetetlennek tűnő varázsvilágba, az alkony szín kötfájtlakon túl. A koszos kékes-fehér táblákra ügyet sem vetett, semmit nem jelentettek neki, Mégis érzékelte az idegen arcokat az embertömegben, s látta az ismeretlen nyelveken íródott feliratokat az üzletek fölött. Olykor-olykor felbukkant ugyan egy régi templom roskatak homlokzata, vagy egy meredeken felfelé ívelő omladozó torony, ám az ordan magasodó, madarak kerülte épület feketéllő tömege, amit keresett, soha mikor egy üzlete előtt áldogáló boltostól az elhagyott kőtemplom után érdeklődött, az illető csak egy fejrázással, meg egy futó mosolyjal válaszolt neki, noha szemlátomást értett angolul. És ahogy Blake magasabbra hágott, környezete egyre jobban megváltozott, míg végül aztán rettentően kalandosnak és idegenszerűnek látta. Átkelt két-három széles utcán, és egy pillanatra, mintha megpillantotta volna az olyannyira ismerős torony sziluettjét, Ismét kérdezősködött egy boltostól a zömök kőtemplom után, s ezúttal megmert volna esküdni rá, hogy az idegen csak színlelte a tudatlanságot. A férfi sötét vonásaira hirtelen a rémület kifejezése ült ki, amit hiába igyekezett elpalástolni. És Blake észrevette, hogy jobb kezével valami sajátos jelet ír a levegőbe. Aztán egyszerre csak a fekete torony ott emelkedett, baloldalt a fellegektől komorló égboltra magasan a barna cseréptetők és a déli irányba húzódó utcácskák és sikátorok útvesztőszerű zűrszavara fölött. Blake azonnal megismerte és futva indult el felé a mocskos kövezetlen utcákon. Kétszer is elvétette az irányt, furcsa módon azonban nem volt mersze útbaigazítást kérni a küszöbökön üldögélő öregemberektől, de még a koszos sikátorokban bujócskázó kisgyerekektől sem végre megpillantotta a tornyot, amint tisztán és élesen rajzolódik ki a délnyugati égre. Aztán egy jókora húzatos téren találta magát, amely egészen különös módon volt kikövezve, és egy magas falba torkolt. Célba ért hát végre, mert ezen a vaskorláttól körülkerített, gyommal felvert síkon, mely mint egy hat lábbal magasabb volt az utcák szintjénél, egy végzett komor titáni kőtömeg magasodott, amit Blake azonnal felismert a megváltozott perspektíva dacára. Az üresen álló templom roppant siralmas állapotban volt, néhány kő fok lezuhant az ormáról, s most félig elrejtve hevert a templom körül buján tenyésző gazban. A bekormozódott csúcsíves ablakok nagy része éppen maradt, bár a homlokzaton már itt-ott fokhíjak tátogtak. Blék elcsodálkozott. Hogy lehet az, hogy a különös festésű üvegablakok még mindig sértetlenek? Noha a pajkos kisgyerekek előszeretettel lövöldöznek csúzlival az efféle kínálkozó célpontokra. A nehéz ajtószárnyak zárva voltak. Úgy tűnik, hosszú esztendők óta senki nem kísérelte meg kinyitni őket. A széles kőlapokkal kirakott utat, amely egészen a kapuig futott hamu szürke homok szőnyege be, a bomlás és pusztulás légköre komor fenyegetésként ülte meg ezt a helyet s blék valami árnyékszerű, elviselhetetlenül folytó nyugtalanság érintését érezte magára nehezedni, bár nem tudta volna okát adni miért. A téren csak kevesen tartózkodtak. Blék észrevett a sarkon egy rendőrt, oda ment hozzá, és néhány kérdést tett föl a templommal kapcsolatban. A férfi tagba szakadt, piros posgás képű ír volt, és Blék rendkívül furcsának találta, hogy ez az izmos óriás Ilyetten keresztet vetett, s eközben csak annyit mogyogott, hogy az emberek erre felé nem beszélnek a templomról. Mikor Blake nem elégedett meg ezzel a szófukar válaszsal, a rendőr közölte vele, hogy az olasz papok mindenkit óva intenek, nehogy az épületbe merészkedjen, mert annak idején valami szörnyűséges lény honolt benne, amely távozásakor bizonyos nyomokat hagyott maga után. Ő maga is hallott az apjától mindenféle homályos célzásokat, és különböző sötét híresztelésekre is emlékszik gyerekkorából. Korábban valami gonosz hírű szekta tartotta itt az összejöveteleit. Egy istentelen közösség, amely kimondhatatlan, tiltott dolgokat idézett föl az ismeretlen mélységekből. Végül aztán, hála legyen az úrnak, egy rettenthetetlen szívű pap véget vetett ezeknek az ördögi praktikáknak. Ha Omelli atya még életben volna, bizonyára többet tudna erről mesélni. Mostanság azonban az emberek inkább békén hagyják a titokzatos épületet, abból semmi baj nem származhatik. A volt tulajdonosok rég meghaltak vagy szétszóródtak szerte a világban. 1877-ben úgy elhorták a városból az irhájukat, akár a patkányok. Megmagyarázhatatlanul eltűnt ugyanis néhány ember a közvetlen környékről, és emiatt csúf összetűzésekre került sor. Amennyiben senki sem tart igényt a templomra, valószínűleg majd a polgármesteri hivatal fogja birtokba venni, de ennek ellenére jobb lenne, ha senki sem kutakodna körülötte, nehogy felzavarjon valamit, ami talán még mindig rémséges álmát alussza, valahol az alaksor évei alatt. Miután a rendőr tovább haladt, Blake hosszú percekig nézte a sötét, komor Határozottan izgatta, hogy mások is nyomasztónak találják a templom látványát, és eltűnődött rajta, mennyi lehet az igazság az ír történetében. Valószínűleg csak mindenféle régi plegykát szajkózott, melynek a rejtélyes zordépület adhatott tápot. Blake mégis úgy érezte, mintha a tulajdon elbeszélései közül kelt volna életre valamelyik. A délutáni nap előbújt a felhők mögül, de képtelen volt a magas fekvésű dombtetőt uraló szentségtelen templom viharvert füsttől fekete falait bevilágítani. Teljesen természetellenesnek tűnt, hogy a tavasz friss zöldje életadó kezével végig akar simítani a templomudvart benövő kusza szürke gyomszőnyegen. Blake szinte akarata ellenére indult meg a vasarácsal körül kerített térség felé, azon kapta magát, hogy az ócska rozsdás kerítés mentén lépked, hát ha be tud jutni valahogy a sivár udvarra. Elően nem talált részt a kerítésen, ám az északi oldalon néhány vasút hiányzott. Fölmászott a keskeny kerítés párkányra, és neki látott, hogy áteröltesse a testét a nyíláson. Ha az emberek annyira kerülik ezt a helyet, gondolta közben, akkor bizonyára senki sem fogja megakadályozni, hogy behatoljon. Már majdnem bejutott, amikor észrevették. Ahogy lenézett a térre, fölfigyelt rá, hogy az emberek valami jelet írnak le jobb kezükkel a levegőbe, ugyanazt a jelet, amit az olasz boltos is használt az üzlete előtt. Az ablaktáblák csattan vacsukódtak be, egy terebélyes asszony szemé pedig kirontott az utcára, és beráncigált egy düledező mocskos házba néhány kis gyereket. Nem volt nehéz átcsúszanni a kerítés rudak között, és Blake hamarosan térdigérő, sárgára száradt gazban találta magát. Itt-ott egy-egy ferdén álló, hasadozott kőlap emlékeztetett rá, hogy ez a hely hajdan temető volt, besőppett és rég elfeledett sírokkal. Most, hogy ilyen közel volt, a templomban kő tömege még elviselhetetlenebbnek hatott. Blake azonban elhesegette rossz előérzetét, és tüzetes vizsgálatnak vetette alá az épületfront három hatalmas kapuját. Mivel zárva és belülről erre teszelve találta őket, kutatni kezdett valami más bejárat után, és körülsétálta a szörnyűséges, ciklopikus építményt. Végül felfedezett egy tátongó lyukat a falban, körülbelül egy lábbal a talajszint fölött, ami tökéletesen megfelelőnek látszott. Blake nézett a nyíláson, egykor talán pinceablak lehetett, s a poros pókhálók és szétszort kacatok valóságos káosza árult elébe, mely halványon derengett a gyíren belső napsugarak fényében. Oda lent a penészgombával benőtt szemét halmok, a vén rozsdálló abroncsú hordók és a törött bútordarabok rémületes összevisszaságot alkottak, melyet szennyes szempedérként lepett az esztendők során felgyülem lett vastag porréteg, ami puha, lekerekített kontúrokat kölcsönzött az összes saroknak és élnek egy ódon vaskály harosdamarta roncsai szolgáltak rá bizonyítékul, hogy ezt a helyet még a viktoriánus korszak első felében is használták. Blake még most sem igazán tudta, valóban be akar -e hatolni az árnyaknak és a bomlásnak e szürke kísértett kastélyába, de mágnesként vonzotta valami ismeretlen, titokzatos erő, aminek nem bírt ellenszegülni. Blake szinte nem is volt tudatában, hogyan mászott be az ablakon és huppant le a porlepte, hulladékkal borított cementpadlóra. A nagy árkádos pince nem volt felosztva kisebb helyiségekre. Blake valahol messze jobb oldalt egy sötét boltívet fedezett fel, ami minden jel szerint egy fölfelé vezető lépcsősorra nyílt. Lelkét sajátos, szörnyűséges, nyomasztó előérzet szállta meg ebben a hatalmas, kísérteties épületben. Minden erejével küzdött ellene, miközben átkutatta a sötét zugokat. Keresett egy hordót és az ablakjuk alá gördítette, hogy gondoskodjon a probléma visszaútról. Aztán összezette magát, és átvágott a tágas pókhálókkal beszűtt pincehelyiségen. Csak nem belefulladta mindenfelől kavargó porba, mire végre elérte a viharvert, simára koptatott kőlépcsőt, amely fölfelé vezetett a sötétségbe. Egy éles kanyart követően zárt ajtót tapintott ki maga előtt, melynek ősöregre tesz szét némi motoszkálás után megtalálta. Az ajtó befelé nyílt, s ő egy fél folyosót pillantott meg mögötte, melynek faburkolatába már alaposan befiszkelte magát a szú. Miután így módon eljutott a templom földszintjére, neki látott, hogy gyorsan átkutassa a helyiségeket. Az összes ajtó nyitva állt, semmi nem volt, ami útját állhatta volna. Az óriási templomhajó szörnyűséges, szürke kísértett háznak tetszett, a patsorokat, az oltárt, a szentségtartót, az orgonasípokat mind-mind vastag porrétek borította, míg a titáni pókhálók a karzattól a padlólapok ígértek, s kusza szövedéket alkottak a sűrűn álló, gótikus pillérek között. Ezt a hangtalan sivárságot iszonyatos ólom színfél -e meg, mert a lebukó félben lévő délutáni napsugarait megszűrték a különös, csúcsíves, félig megfeketedett ablakok. Az ablakokat díszítő üvegalakzatokat Blake nem tudta pontosan kivenni, bármennyire erőltette a szemét. Olyanok voltak, mintha félvalótlan füstelengené körül őket, de az a kevés, amit látott belőlük, bizonytalan, rossz érzést ébresztett benne. A díszítő elemek meglehetősen konvencionálisak voltak, és mivel Blake nagyon is jól ismerte obskurus szimbolikájukat, Azonnal tisztában volt vele, hogy mit jelentenek ezek a jelek. Szentkép kevés volt, és a szentek azokon is olyan pózokban mutatkoztak, amit minden magára valamit adó művészet történész súlyos kritikával illetett volna. Akadt egy olyan ablak is, ami csupán sötét űrt ábrázolt, furcsán fénylő csillag spirálokkal. Mikor Blake elfordult az ablakoktól, Feltűnt neki, hogy a hatalmas pókhálós kereszt az oltár fölött nem a hagyományos fajtából való, hanem inkább az egyiptomi árnyékbirodalom történelem előtti ankiára, vagy más néven a crux Ansatára emlékeztet. A sekrestjében az abszis mellett Blék egy vén féregrákta írópultot talált, meg egy mennyezeti gérű könyvespolcot roskadásig rakva dohszagú, penészes kötetekkel. Itt érte először igazi sok, s valami torok szorító vészjósló előérzet kerítette hatalmába, mert csupán néhány könyvcímet kellett kibetűznie, és azonnal tudta, miféle irodalomról is van szó. Azok az iszonyatos tiltott szövegek sorakoztak itt, amelyek a legtöbb normális embernek soha vagy csak egészen ritkán kerülnek a szeme elé. Hírhett éfekete szörnyűségek, szörnyűséges undokigék, elfeledett írások, az emberiség legősibb borzadó tudása, mely azokra az időkre vonatkozott, amikor még nem taposta emberi lába földet. Förtelmes híradások egy hajdan volt világ mocskos káoszként kavargó iszapködéből. Ő maga is olvasott néhányat ezek közül a visszataszító könyvek közül, a borzalmas nekronomikonnak egy latin fordítását, a rémületes Liber Ivoniszt, Derlet Gróf undorító művét, a Kult de Gult, az Unaus Prechlichen kultét von Jutztól, és Ludwig Prin de Vermis Misterisét. Itt azonban más könyvek is voltak, olyanok, amikről csak hallott, vagy egyáltalán nem is tudott róluk, köztük a panakotikus kéziratok, Zian könyve, és egy alig-alig olvasható kötet, amely Blake számára ismeretlen nyelven íródott, de tartalmazott bizonyos jeleket és szimbólumokat, melyek láttán az okkult tudományok minden kutatójának jeges borzongás futkosna a hátán. A helybéli híreztelések ezek szerint nem hazudtak. Ez az épület egykor valami szentségtelen hatalom székhelye volt, egy gonosz hatalomé, mely ősibb, mint az emberiség, és nagyobb, mint az ismert univerzum. A vén írópultban Blake egy is kis noteszt talált, titkos írásos feljegyzésekkel. A rejtjelek azoknak a hagyományos jelképeknek és ábráknak a megfelelői voltak, melyek máig is használatosak a csillagászatban, korábban pedig az asztrológia, az alkímia és más kétséges tudományok alkalmazták őket. Blake felismerte a nap, a hold, a bolygók és egyes csillagképek szimbólumait. Csak hogy itt egész oldalakat töltöttek ki Unblock elrendezésben, amiből nem volt nehéz rájönni, hogy minden egyes jel az ABC egyik betűjét helyettesíti. Blake kabát zsebébe csúsztatta a noteszt, abban a reményben, hogy később talán megfejtheti. A baljós kötetek közül néhány oly kimondhatatlanul lenyűgözte, hogy komolyan játszott a gondolattal, ne vigyene egyet-kettőt rövid időre magával. Ám de furamód megmagyarázhatatlannak találta, hogy ilyen hosszú időn át érintetlenül maradtak. Valóban ő lenne az első, aki leküzdötte a bizonytalan félelmet, amely közel hatvan éve őrzi ezt a helyet a hivatlan látogatóktól. Miután a földszintet így módon átkutatta, Blék az előtérbe sietett a templomhajó kísérteties ahol, ha emlékezete nem csalt, behatolása pillanatában egy ajtót meg egy lépcsőt pillantott meg, ami szemlátomást a toronyba vezetett, mely ha csupán távolról, de már ismerős volt neki. A kapaszkodó hihetetlenül fáradtságosnak bizonyult, Blék alig kapott levegőt a szörnyű porban, és a pókok itt szőtték a legsűrűbbre hálóikat mikor Blake a csigalépcső menetét kísérő keskeny ablaknyílások egyikéhez ért, szédítő magasságból pillanthatott alá a város háztetőire. Noha kötelet sehol nem látott, arra számított, hogy legfelül a toronyban, melynek a gótikus ablakait oly gyakran nyílt alkalma messzelátóval megfigyelni, egy egész harangtornyot talál valami roppant bronzóriással a középpontjában. Várakozásában azonban csalódnia kellett, mert amikor végre elérte a toronyszobát, látta, hogy hajdan teljesen másfajta célokat szolgált, mint gondolta. A mintegy 15 négyzetlábnyi helyiséget a keskeny ablak beszivárgó bizonytalan fény világította meg. A fekete függönyök, amiket egykor az ablakok elé lehetett húzni, szürke penésztömeggém állottak, mely érintésre szinte azonnal szétesett. A szoba középpontjában egy megközelítőleg négy láb magas szögletes talapzat emelkedett ki a porrétekből. Oldalait durván vésett bizarr hieroglifák díszítették, melyeknek értelmét lehetetlen volt kihüvelyezni. Ezen az emelvényen egy furamód aszimmetrikus fémládikó át, nyitott fedéllel, úgyhogy az évtizedek során felgyülem lett portakaró alatt, még éppen ki lehetett venni valami szabálytalan alakú gömböjdet tárgyat, aminek az átmérője bő négy hüveikre rúghatott. Az emelvény körül hét jó állapotban megmaradt gótikus stílusú karosszék sorakozott félkör alakzatban, mögöttük a falon hét hatalmas gipszdombor műlógott. A súlyos gipszlapokba faragott ábrák azonnal a husvéd titokzatos szobrait juttatták Blékesébe. a szoba egyik sarkában vaslétrát csavaroztak a falba, mely egy zárt csapóajtóhoz vezetett, amin át a tető alatti ablaktalan helyiségbe lehetett jutni. Miután Blake szeme hozzászokott a gyér megvilágításhoz, észrevette, hogy a nyitva álló, sárgás színű fémládikót sajátos domborművek díszítik. Mikor zsebkendőjével letörölte róla a port, látta, hogy ezek a domborművek fölötté idegenszerűek, sőt, egyenesen szörnyűségesek, mert olyan lényeket ábrázoltak, amelyek noha szinte elevennek tűntek, nem hasonlítottak egyetlen létformára sem, ami az idők hajnala óta a földön kifejlődhetett. A gömbölyded objektum egy vörössel erezett, csak nem éjfekete poliéder volt, szabálytalan lapokkal vagy valami különleges módon megmunkált, mindenütt simára polírozott felületű mesterséges tárgy. A ládikó fenekét nem érintette, ugyanis hét rudacska tartotta, amelyek a tartály oldalából álltak ki, és középen gyűrűvé egyesültek. Blake döbbenettel állapította meg, hogy miután eltávolította róla a port, alig tudja levenni a szemét a kőről. Mi alatt a csillogó lapokat bámulta, már már úgy tűnt neki, mintha áttetszővé válnának, és elképzelhetetlen csodavilágokba engednének betekintést, melyek azonban még nem öltöttek egészen alakot, egyelőre születőfélben vannak csupán. Lelki szeme előtt elmosódott képek jelentek meg roppant kőtornyokkal ékes, idegen bolygókról, sivárvilágokról, melyeket titáni hegyláncok uralnak, s az életnek a legcsekélyebb nyoma sincs rajtuk végül pedig az űr még távoli beső területeiről, ahol már csupán bizonytalan rezdülések tanúskodtak arról a túlvilági sötétségben, hogy itt is létezik akarat és tudat. Mikor nagy erőfeszítéssel sikerült elfordítania a kőről a tekintetét, az egyik sarokban, nem messze a vaslétrától, egy különös hulladékhalmot vett észre, amelyet vastag rétegben porlepett, s a körvonalai homályos, bizonytalan emlékeket ébresztettek benne, és néhány másodperccel később, amikor odalépett a szürke kupachoz, és lesöpörte róla a poros pókhálókat, tudatosult benne a szörnyű felismerés. Tulajdon zsebkendője hozta napvilágra a borzalmas valóságot. A sarokban egy emberi csontváz kuporgott, mely minden jel szerint hosszú idő óta pihent már ebben a helyzetben. Öltözéket teljesen elmállott, néhány szövet foszlány és gombazonban szürke férfi öltönyre utalt. Más bizonyítékok is akadtak, egy pár cipő, nagy a gombok, egy nyakkendőtű, amely régóta kimet már a divatból, a régi Providence Telegram újságíró jelvénye meg egy félig szétrohadt börtárca. Ez utó blég gondosan átkutatta, talált néhány régi kibocsátású bankjegyet, egy celluloid bevonatú kártyanaptárt az 1893-as évre, több névjegyet Edward M. Lillibris felirattal, valamint egy papírlapot, amin ceruzával írt feljegyzések sorakoztak. Ez a papír eléggé rejtélyesnek tűnt, így hát Blake a félhomályos nyugati ablakhoz sietett vele, és türelmesen kibetűzte. Az összefüggéstelen szöveg az alábbiakhoz hasonló mondatokból állt. Enoch Bauen Prof. 1844. Máj. Visszatér Egyiptomból. Júl. Megvásárolja a régi Freeville templomot. Bauen széles körökben ismert rég kutatásai és okkult tan miatt. Dr. Dr. Drown a negyedik baptistáktól figyelmeztet a csillagok bölcsessége szektára 1844. dec. 29. prédikációjában. 45 vége felé gyűl, 97 fő. 1846 három eltűnés először esik említés a fénylő trapezoéderről. 1848 hét eltűnés plegykák véráldozatról. 1853 vizsgálat eredménytelen, beszámolók különféle zajokról. Omelli atya ördögimádatról beszél, áll ládikó, amit nagy egy romok közt találtak, azt mondja, megidéztek valamit, ami nem tűri a fényt, Fényben nem létezhet. Kevés fény elől menekül, sok fény visszaküldi, ahonnan jött. Utána újra meg kell idézni. Valószínű forrás Francis X. Fini, gyónása halottas ágyán, aki 49-ben lett tagja a csillagok bölcsességének. Ezek az emberek azt állítják, a fénylő trapezoider megmutatja nekik a mennyországot és más világokat, és a sötétség lakója különb titkokat tár fel. Orin B. Eddy beszámolója 1857, a kristályba nézve idézik meg, és megvan a maguk külön titkos nyelve. Gyül, 200 fő, vez, szem, nem beszámítva. 1869, 1869, Petrik Regen eltűn, után ír csőcselék megrohamozza a templomot. Ködös újs cikk a 72. márc 14-i zsurnálban, de nem sokat mondanak. 1876, hat eltűnés, titkos küld járult polgármester elé. Intézkedések foganatosítva 1877 febr templomot ápr bezárják. Banda a Federál hírről megfenyegeti doktort, és a vesztri fiúkat májusban. 77 végéig 181 szem hagyja el a várost nevek említése nélkül. Rémtörténetek bukkannak föl 1880 körül. Egyesek szerint 1877 óta egyetlen emb lény sem tette be a lábát a templomba ellenőrizni. Lenigentől elkérni a felvételt templomról 1851-ből. Blake visszatette a lapot a börtárcába, azt pedig a kabát zsebébe csúsztatta, mielőtt neki látott volna a csontváz alaposabb vizsgálatának. A feljegyzések elég egyértelműek voltak. Kétség sem férhetett hozzá, hogy ez az ember azért merészkedett be 42 évvel ezelőtt az elhagyott templomba, hogy olyan szenzációnak bukkanjon a nyomára, ami talán még egyetlen újságírónak sem jutott osztályrészül. Lehet, hogy senkit sem avatott be a terveibe. Ki tudja? Minden esetre sosem tért vissza a szerkesztőségébe. Talán végül mégis urrá lett rajta a bátor lélekkel elfojtott félelem, és szívrohamot kapott a szobában. Blék a tampán csillogó csontvász felé hajolt és fölfigyelt sajátos állapotára. Egyes helyeken a csontok csúnyán szét voltak zúzva, másút ellenben furamód szivacsosnak tűntek. Megint máshol sárgásra színeződtek, itt-ott pedig mintha elszenesedtek volna. A megmaradt ruhafosztlányok közül is megpörkülődött egyik-másik, a koppanya rendkívül különös változásokon ment át, teljesen besárgult, elszenesedett, s hátul a tarkóján Blék egy szabálytalan alakú lyukat talált, mintha tömény savmarta volna át a szilárd csontréteget. Ám hogy mi minden történt a csontvázzal az alatt a négy évtized alatt, amíg síri álmát aludta a toronyszobában, arról persze Bléknek halvány sejtelme sem lehetett. Mielőtt még tudatosult volna benne, mi történik, pillantását ismét a kő vonzotta magára, és hagyta, hogy a különös kisugárzás bódító köde átitassa elméjét. Csukiás alakok végtelen menetét látta elvonulni maga előtt, akiknek körvonalaiban nem volt semmi emberi. Szörnyű síkságokat látott, kopár sivatagokat ahonnan roppant monolitok törtek magasba az ég felé, tornyokat és falakat látott a tengermély és árkaiban, és az űr szédítő bugyraiban, melyek fölött feketeköt pászmák vegyültek el valami jeges bíborban szikrázó derengéssel. És mindezen jelenéseken túl egy pillantást vetett a legiszonyúbb sötétség rettenetes szurdokába is, ahol mintha meghatározhatatlan hatalmak igazgatták volna a vakon süvöltő káoszt, féket nem ismerő hatalmak, melyek beavatottjai minden titkos tudománynak, és a világ valamennyi paradoxonának megoldását ismerik. Ekkor egyszeriben valami gyötrő, ijesztő páni félelem törte meg a varázslatot, blék levegő után kapó fuldokló fordult el a kőtől, mert minden ízében érezte egy idegen, formátlan erő jelenlétét, amely hátborzongató intenzitással figyeli. Érezte, hogy valami leselkedik a közelében, valami, ami nincs ugyan benne a kőben mégis rajta keresztül fürzi őt, méghozzá olyan érzékszervekkel, amiknek semmi köze a fizikai látáshoz. A helyiség nyomasztó atmoszférája bizonyára megviselte az idegeit, amit borzalmas felfedezését tekintve nem is lehetett rossz néven venni tőle, ráadásul odakint lassan már alkonyodott, és mivel zsablámpát nem hozott magával, előbb-utóbb amúgy is kénytelen lett volna visszatérni a városba. Az egyre sűrűsödő homályban úgy látta, mintha a különös belsejében tompa fény gyúlna. Megpróbálta elszakítani róla a tekintetét, ám valami sötét kényszer nem engedte, hogy levedje a szemét a rettenetes tárgyról. Lehetséges volna, hogy azért foszforeszkál, mert radioaktív sugarakat bocsát ki magából? A halott újságíró is említést tett a feljegyzéseiben egy fénylő trapezoéderről. Honnan vette kezdetét ez a kozmikus gonosz? mi minden szörnyűség történt már idefönt a toronyszobában. És mi leselkedhet még a toronytető alatti árnyékban, amit a levegő ég minden madara kerül. A helyiséget most már alig érezhető, de egy gyomorkavaró bűz töltötte be, melynek eredetét nem lehetett megállapítani. Bléka nyitott ládikó fedeléhez kapott, és lecsapta, hogy eltakarja a vészjóslón derengő követ. Mikor a fedél fülsértő csattanással becsukódott, Bléknek úgy tűnt, mintha halk, csosszanó zajokat hallana a csapóajtó felől, amely a toronytető alatti térben nyílt. Bizonyára patkányok csapták, ezek voltak az egyedüli élőlények, amiknek a nyomaival Blék találkozott, miután betette lábát ebbe az elátkozott kőrakásba. Ennek ellenére azonban a különös zaj olyan mérhetetlen rémülettel töltött el, hogy nyaktörő iramban menekült lefelé a pókhálós csigalépcsőn, zihálva rontott a ilyes templomhajóba, és csak az ablakjuknál át meg egy pillanatra, hogy kissé kifújja magát. A hátborzongató csend súlyos teherként nehezedett rá, miközben a tőletelhető legnagyobb gyorsasággal maga mögött hagyta a Federál Hill ködös tereit és félelemtől gőzölgő sikátorait. És csak akkor könnyebbült meg végleg, mikor ismét maga előtt látta az egyetem ismerős téglafalát. A rákövetkező napokban Blake senkinek sem számolt be expedíciójáról, viszont elmélyülten tanulmányozott bizonyos könyveket, régi újságkivágásokat gyűjtött és lázasan dolgozott a bőrkötésű notesz titkosírásának megfejtésén, amit a pókhálóval beszőtt sekrestjében talált. Rövidesen meg kellett állapítania, hogy a kóda legkevésbé sem egyszerű, és csak hosszas fáradozások után vehette biztosra, hogy a szöveget nem angol, latin, görög, német, francia, spanyol vagy olasz nyelven írták, Valószínűleg különös tudás a legmélyebb forrásaiból kell merítenie, hogy szélhoz érjen. Ismét minden este érezte a megmagyarázhatatlan vágyat, hogy tekintetét nyugatnak fordítsa, oda, ahol az ősrégi, sötét lőtorony magasodott kifenyegetően egy messzi kék és már nem igazán létező világ tető rengetegéből. A látvány azonban most folytó szorongást ébresztett benne, hiszen jól tudta már, miféle szentségtelen tudás örökségét rejti, és ez a tudat egyre szilajabb bakugrásokra ösztönözte fantáziáját. A vándormadarak visszatértek, s ahogy a röptüket figyelte a naplemente fényében, Blake-nek úgy tűnt, jobban kerülik az éfekete tornyot, mint valaha. Ha valamelyik raj véletlenül a közelébe tévedt, páni rémületbe esve szórodott szerteszét, legalábbis Blake izgatott képzelő szerint. Sőt, még ilyet csicsergésüket és rikoltozásukat is hallani vélte, pedig jó néhány mérföld választotta el a komor épülettől. Blake június táján említi először a naplójában, hogy megfejtette a titkos írást. A szöveget, mint végül kiderült, a sötét akló nyelven írták, amit az ősidők egyes iszonyú kultuszai használtak, a napló meglehetősen visszafogottan nyilatkozik erről a témáról, egyértelműen kitűnik azonban belőle, hogy Blake borzalmasnak és undorítónak találta a notes tartalmát. Minden esetre utalásokat tett a sötétség lakójára, akit úgy lehet felébreszteni, ha az ember egy pillantást vet a fénylő trapezoéderbe, és őrült feltételezésekbe bocsátkozott a káosz fekete mélységéről és örvényeiről. Ez a lény állítólag mindentudó és szörnyű véráldozatokat követel. Egyes feljegyzésekből kiderült, hogy Blake attól félt, most, hogy felidézte, a lény kitörhet börtönéből – Hozzáfűzte azonban, hogy a város közvilágítása szinte leküzdhetetlen akadályt jelent neki. A fénylő trapezoider röldék gyakran tett említést, téridőablaknak nevezte, amelynek nyomai a ködös ősidőkig visszavezethetők, mivel a sötét jugoton készítették, mielőtt az öregek a földre hozták volna. Itt aztán a csillaglények őrizték egy ládikóban az mély mélytengerekben, később kígyó emberek oroszták el Valúzia romjai közül, míg végül eonokkal később az első emberek is hírt kaptak létezéséről, és imádni kezdték. Különös földeken és még különösebb tengereken fordult meg ezután, elsüllyedt Atlantisszal együtt, majd megakadt egy minószi halász hálójában, és eladták néhány sötét bőrű kereskedőnek Kemből, a homály országából. Nefrenká fáraó templomot emeltetett neki egy ablaktalan kriptával a középpontjában, mielőtt elkövette volna azt a szörnyűséget, ami miatt minden krónikából és emlékműről eltüntették a nevét. Aztán a gyalázatos épületnek a romjai alatt aludta álmát, amit a papok meg az új fáraó leromboltattak, még a régészek ásúja az emberiség romlására ismét napvilágra nem hozta. Július 1 néhány napi lapokból kivágott újságcikk társult Blake feljegyzéseihez, ám de olyan általános és semmit mondó tartalommal, hogy még Blake sem láthatott bennük mást, mint egyszerű kiegészítéseket, úgy tűnt, hogy a Federál lakóit ismét hatalmába kerítette a félelem, miután egy ismeretlen behatolt a retteget hírű templomba. Az olaszok arról suttogtak, hogy szokatlan zajok, csosszogás és tompakoppanások koppanások szűrődnek ki az ablaktalan toronytető alól, és könyörögve fordultak papjaikhoz, hogy üldözze el a szörnyeteget, amely már Lidért nyomásos látomásokban kísértette álmaikat. Meggyőződésük volt, hogy valami éberen várakozik az ártajtók mögött, és csak arra a pillanatra vár, amikor elég sötét lesz hozzá, hogy előbújjon. Ezek a rövid újságcikkek ugyan említették, hogy itt egy évtizedek óta létező babonáról van szó, ám nem taglalták különösebben, hogy milyen valós okok húzódhatnak meg mögötte. Miközben Blake mindezt lejegyezte a naplójába, azon sajnálkozott, hogy képtelen rábírni magát, hogy megkeresse és elássa valahol a fénylő trapezoédert. Noha így módon vissza lehetne küldeni a sötétség lakóját oda, ahonnan előkerült. Minden esetre említette, hogy mind jobban erősödő, veszedelmes vágy dolgozik benne, valami morbid megszállottság, amely még az álmaiba is követi, hogy újra felkeresse az elátkozott tornyot, és másodszor is vethessen egy pillantást a sugárzó kő által feltárt kozmikus titkokra. Július 17-ének reggelén egy újsághír az iszonyat valóságos lázrohamába taszította a naplóírót. Voltak éppen csupán azoknak a cikkeknek volt egy változata, amelyek kisé kaján fölényeskedéssel számoltak be a federál hillen erulalkodó nyugtalanságról. Blake számára azonban ez a szófukar híradás a borzadály sötét szökőárja volt. Múlt éjjel a közvilágítás körülbelül egy óra hosszat nem működött. A viharban villámcsapás érte az elektromos műveket, és míg a sötétség tartott, az olaszok félőrültek voltak a félelemtől. Akik az elátkozott templom közelében laktak, utána megesküdtek rá, hogy a sötétség lakója kihasználta az áramszünetet, leereszkedett a templomhajóba, s ott a leghátborzongatóbb módon törd zúzott és lármázott. Nem sokkal az utcai lámpák kigyulladása előtt aztán megint visszavonult a toronyba, ahonnan állítólag üvegcsörömpölés hallatszott. Sötétben mindenhová eljuthat, de már a leghalványabb fénysugár elől is menekülni kénytelen. Mikor az áramszolgáltatás helyreállt, iszonyú tomboló hangzavar harsant a toronytető alól, a lénynek minden jel szerint még az a keskeny fénycsík is elviselhetetlen volt, ami a vakablak résén beszűrődött hozzá. Még épp idejében menekült vissza a tetőtér sötétjébe, egy erősebb fényadag elkerülhetetlenül visszajűzte volna a túlvilági vermek mélyére, ahonnan az esztelen ismeretlen megidézte. A sötétség órájában imádkozó embertömeg gyűlt a templom köré. Ott álltak az uhogó esőben, égő gyertyákkal és lámpásokkal a kezükben, amik fölé esernyőt tartottak, nehogy kialudjanak. Azt mondták, fényőrséget tartanak, hogy megóvják a várost a csoszogó lidért nyomástól, amely a sötétségben életre kell. Azok szerint, akik a templom közvetlen közelében álltak, egyszer valami iszonyatos dolog vetette magát belülről a vaskos kapuszárnyaknak de sem ez volt a legszörnyűbb. Blake a bulletinből tudta meg, hogy mit találtak aznap este az újságírók a templomban. Ketten közülük nem hagyták feltartani magukat a hisztérikus olaszoktól, hanem mivel a kapu többszöri próbálkozásukra sem engedett, az ablakjukon keresztül behatoltak az épületbe. Megfigyelték, hogy az előtér és a templomhajó padlóján a porrétek fel volt kavarva, körös-körül széttépet penészes ülőpárnák és a padok leszaggatott sejemhuzatának foszlányai hevertek. Az egész épületben valami kimondhatatlanul undorító bűz terjengett. Az újságírók egyes pontokon förtelmes sárga foltokat és égés nyomokat találtak. A két férfi kinyitotta a toronyba vezető ajtót, mert eszükbe jutott a környéken eluralkodó egyik babona, és a csiga teljesen csupaszon találták. Valami az összes port lesöpörte róla, Port magában a toronyszobában is alig találtak. Az újságírók beszámoltak a szögletes emelvényről, a gótikus karosszékekről, meg a bizarr gipsz művekről a falakon, furcsa módon azonban egyikük sem említette a ládikót és a megcsonkított csontvázat. Ami viszont bléket mindenek fölött felizgatta, a sárga foltoktól, az égés nyomoktól és az undorító bűztől eltekintve, az az újságcikk utolsó mondata volt, ami magyarázatot adott az üvegcsörömpölésre. A toronyszoba valamennyi ablakát bezúzták, és kettőt közülük teljesen eltömtek a templomhajó padjairól leszaggatott szövettel, mintha valaki azon igyekezett volna, hogy visszaállítsa a régi állapotokat, amikor a fekete függönyökkel tökéletesen el lehetett sötétíteni a helyiséget. A toronyszobában még rengeteg sejen foszlány hevert szerteszét, mintha a titokzatos lénynek hirtelen félbe kellett volna szakítani a munkáját. A felfelé vezető vaslétrán is sárga foltok és égés nyomok égtelenkedtek, mikor azonban az egyik újságíró felmászott rajta, kinyitotta a csapóajtót és zseblámpája halovány fénysugarát, a különös, bűzlő sötétségre irányította, csupán port meg egy rakás formátlan törmeléket fedezett föl. Az újsághír csípős megjegyzéssel zárult, amelyben a cikkíró szemérmetlen szélhámosságnak nevezte az egész esetet. Valaki csúf tréfára ragadtatta magát, hogy ráijesszen a babanás domblakókra. Könnyen meg lehet, hogy ennek a valakinek érdekében áll az údon rémmeséket elevenen tartani. Adódott még egy érdekes utójáték is, mikor a rendőrség ellenőrizni akarta az újságírók adatait. Három ember a lábát sem volt hajlandó betenni a templomba, a negyedik is csak vonakodva vállalkozott rá, és gyanúsan hamar visszatért, mindenféle új információ nélkül. Ettől a naptól kezdve Blake egyre fokozódó félelemről tanúskodik, amelyhez különös, ideges előérzet társult. A legvadabb feltételezéseket vetette fel egy esetleges újabb áramszünet lehetséges következményeivel kapcsolatban. Három alkalommal, mikor vihar dühöngött, felhívta az elektromos műveket és kétségbeesetten kérte őket, hogy tegyenek meg mindent az áramszünet megakadályozására. Az ebből az időből származó feljegyzések némelyike egyértelműen bizonyítja, mennyire nyugtalanította őt, hogy az újságírók sem a ládikót, sem a csontvázat nem találták meg, mikor éjszaka átkutatták a torony sötét zugait. Úgy vélte, hogy ezeket a bizonyítékokat elvihették. Hogy kik és hová, arra még gondolni sem mert. Leginkább azonban esztelen módon önmagát féltette, mert most már egyértelműen érezte, hogy őt meg a lesben álló iszonyatot valami gonosz kötelék fűzi egybe. Az akaratereje szörnyű megpróbáltatásokat állhatott ki, s azok a látogatók, akinek a mondott időszakban alkalma nyílt őt megfigyelni, még emlékeznek rá, milyen szórakozottan ült az íróasztalnál, és bámulta a templomtornyot, mely komoran és fenyegetően rajzolódott ki a városon túl a domb hátterére. Napló bejegyzései egyre gyakrabban utalnak szörnyű rémámokra, és az esténként riasztó intenzitással jelentkező érzésre, hogy egy láthatatlan, borzalmas lény tartózkodik a közelében. Egy olyan éjszakáról is említést tett, amikor teljesen felöltözve az utcán ébredt fel úton a Federál Hill felé. Ismételten hangot adott Szilárd meggyőződésének, hogy a sötétség lakója bármikor a hatalmába kerítheti. Blake idegösszeroppanására július 30-át követő héten került sor. Nem öltözött fel és telefonon rendelte meg az ételt. Mikor látogatói azért érdeklődtek, milyen ciet szolgálnak az ágyához erősített kötélhurkok, kijelentette, hogy az utóbbi időben hajlamos lett az alvajárásra, és le kell kötöznie magát, nehogy álmában fölkeljen az ágyból. A naplójában beszámol egy rettenetes eseményről, ami a Phantom létett idegösszeroppanást előidézte. Miután július 30-án lefeküdt aludni, hirtelen egy sötét helyiségben találta magát. Csak halvány kéken csillogó sávokat látott maga előtt, de iszonyú bűzt és halk csosszanó zajokat hallott, amik az ő botladozó lépteit kísérték. Valami puha, alattomos nyikorgást, amelybe olyan hangok vegyültek, mint amikor az ember fát dörzsöl fához. A keze egyszer egy üres kőemelvényt érintett, majd azon kapta magát, hogy egy falba csavarozott vas létrafokain kapaszkodik felfelé nagy fáradtsággal, még egyszerre csak még szörnyűségesebb bűz csapta szembe, perzselően forró légáramlattal vegyesen. Szeme előtt lázálomba illő jelenetek kaleidoszkópja villant fel, mind a feketén kavargó végtelen éjszakát mutatták, és egy még feketébb tátongó örvényt, amelyben bolygók és napok hánykolódtak. Eszébe jutottak az ősi legendák az örök káoszról, melynek középpontjában a vak és idióta azatot Isten, minden dolgok ura és parancsolója vonaglik, miközben agyatlan a morf sivárhordája vigyázza őt egy névtelen karmokban tartott démon a szunnyasztó dallamára. Aztán egy harsány csattanás, amely a külvilágba jutott el hozzá, szétfoszlatta a deleit, aminek áldozatul esett, és ő hirtelen rádöbbent, milyen iszonyú helyzetben van. Hogy mi volt az, sohasem tudta meg. Valószínűleg egy petárda, amit az olaszok számtalan védőszentjük valamelyikének tiszteletére lőttek fel. Bárhogy is legyen, Blake sikoltva lökte el magát a hátborzongató vaslétráról, aztán vakon átbotorkált a csak nem fénytelen törmelékketeli helyiségen, ahová visszazuhant. Rögtön tudta, hol van, és lerohant a csika lépcsőn, amivel számos zúzódást és kék foltot szerzett. Nem menekülés volt ez már, inkább lidérc nyomás. Gyorsan átvágott a tágas, pókhálókkal beszőtt templomhajó, melynek a gótikus boltívei magasztos, fenyegető némaságban futottak. A mennyezet kajánul leselkedő árnyékáig, majd a mocskos pincevak vak hűvössége szippantotta magába. Az ablakjukon kivergődött a szabadba, az utcák és sikátorok bizonytalan fényébe. Menekülni kezdett a komor, sötét, fekete tornyos város roskatak házainak és kopott tetőinek rengetegéből. Futott, szaladt, zihált, lihegett míg végül saját házának ismerős kapuja előtt találta magát. Mikor másnap reggel magához tért, teljesen felöltözve feküdt az íróasztal előtt. A ruhájára kosz és pókháló ragadt, a teste tele volt kékfoltokkal és véraláfutásokkal. Mikor egy pillantást vetett a tükörbe, látta, hogy a haja megperzselődött. Az akujába befészkelte magát a szörnyűséges bűz. Ez volt az a perc, amikor Blake ideg összeroppanást kapott. Innentől fogva egyebet sem csinált, csak teljesen elcsigázva egy szál házi köntösben üldöget, dolgozó szobája nyugati ablakánál. A titokzatos látóhatárt bámulta, fantasztikus, hagymázas gondolatokat firkált a naplójába, és minden ízében reszketni kezdett, ha az égbolton akár a legcsekélyebb jel is vihar közelettére utalt. A nagy ítéletidő augusztus 8-án tört ki, nem sokkal éjfél előtt. A városban mindenfelé villámok csapkodtak, megfigyeltek két különösen erős elektromos kisülést is. Szörnyű felhőszakadás vette kezdetét, s a szakadatlan mennydörgés ezre kálmát zavarta meg. Blake szinte beleőrült az aggodalomba a közvilágítás miatt. Egy óra körül megpróbálta felhívni az elektromos műveket, noha ekkorra már biztonságjogokból az egész városban kikapcsolták a telefonvonalakat mindent leírt a naplójába elnagyolt ideges, részben olvashatatlan írással, mely híven tükrözte fokozódó félelmét és reményvesztettségét. Még akkor is tovább jegyzetelt, mikor lekapcsolta a szobájában a villanyt, hogy még láthasson odakint valamit, a messzi fénypontok seregét a federál hillen. A bejegyzések hízogosan követik egymást és töredékes mondatokból állnak, mint például a fényeknek nem szabad kialudniuk, nagyon jól tudja, hol talál meg. Meg kell semmisítenem. Hív engem, de ezúttal talán nem sikerül hatalmába kerítenie. Aztán minden villany és utcai lámpa kialudt a városban. Az elektromos művek közlése szerint ez 2 óra 12 perckor történt, Blake azonban nem ad meg időpontot a naplójában. A bejegyzés csak így szól. Nincs már fény, Istenem, segíts! A federál hillen is voltak olyanok, akiket hozzá hasonlóan megszállt a névtelen rémület, esőáztatta ruhájú emberek gyülekeztek az elátkozott templomat körülvevő utcákon és tereken, esernyőjük védelmében gyertyákat, zseblámpákat és petróleumégőket hoztak magukkal, s kereszteket és obskurus amuletteket tartottak az arcuk elé, ahogy az a délolaszoknál szokás. Minden villámcsapásnál keresztet vetettek, és titokzatos jeleket írtak a levegőbe, hogy megfékezzék mérhetetlen félelmüket. Hangosan imádkoztak, hogy lecsillapítsák a tomboló vihart, és távol tartsák a villámokat. Egy különösen heves széllökés elfújta a gyertyák és lámpások nagy részét, úgyhogy baljós sötétség támadt. Valaki kirángatta az ágyából Merluzzo atyát, aki most a Spiritó templomból sietett ide, hogy a páni félelemben hullámzó, bőrigázott tömeg előtt segélykérő fohászokat dadogjon, amikből azonban alig lehetett hallani valamit a dühötten süvöltő szél miatt. Időközben minden kétséget kizáróan megállapítható volt, hogy valami nyugtalanul mozgolódik a torony és ötét belsejében a 2 óra 35 perckor bekövetkező eseményeket illetően minden számtanú részletes beszámolója rendelkezésünkre áll. A plébánosé, egy fiatal, intelligens, művelt egyházfijé, William G. Monahan rendőré, egy megbízható férfiúé, aki éjszakai járőrözését szakította meg, hogy szemmel tartsa a tömeget, és a 87 személyé, akik a templom körül gyűltek össze. Kétségtelen, hogy semmi olyasmi nem történt, ami szöges ellentétben állna a természeti törvényekkel, elvégre ki tudná teljes bizonyossággal megmondani, miféle kémiai folyamatok zajlanak egy régi, szellőzetlen épületben, amely tele van bomló hulladékkal. A rothadás során felszabaduló gázok, öngyulladás, porrobbanás és még számos hasonló jelenség is lehetett a történtek oka, minden esetre az egész esemény szerfölöd gyorsan következett be, három perc múlva már mindennek vége volt, mint azt az atyától tudjuk, aki közben ismételt alkalommal a karórájára nézett. Azzal kezdődött, hogy a csoszogó kaparónesz, amely már jó ideje hallható volt a sötét épület mélyéről, hirtelen felhangosodott, mi az áldatlan templomától áratott különös idegen bűz az elviselhetetlenségig fokozódott aztán hasadó fázaja hallatszott, amit tompa puffanás követett, mintha valami nehéz tárgy zuhant volna a földre a keleti homlokzat sötétjéből. A torony keleti oldalának egyik csúcséves ablakán tört ki a koromtól fekete faborítás. Közvetlenül ezután a tornyon keletkező láthatatlan nyílásból olyan pokoli bűz kezdett áradni, hogy a téren tartózkodók fuldokolva és hányingerrel küzdködve elhátráltak. A levegő ugyanakkor megremegett, mintha valami hatalmas madárszárny csapásai kavarnák, egy hirtelen széllökés kelet irányból, amely minden eddiginél erőteljesebb volt, leröpítette az emberek fejéről a kalapot és felfordította az esernyőiket. Az immár tökéletesen fénytelen éjszakában alig lehetett látni valamit, egyesek mégis azt állítják, hogy mikor az égre néztek, egy röpke másodpercre roppant, kibontakozó félben lévő árnyalakot pillantottak meg a tinta fekete felhőkre kirajzolódni valami formátlan füstoszlopot, amely meteorszerű gyorsasággal tűnt el, keleti irányban. Ez volt minden. A számtanúk egészen kábák voltak a félelemtől, undortól és rémülettől. Tanács tanul néztek egymásra, egyikük sem tudta, mihez kezdjen. Mivel senki sem tudott magyarázatot adni, mi történt itt az előbb a szemük láttára, elszántan folytatták éjszakai örködésüket, és mikor egy elkésett villám áthasította az eget, segélykérő fohászt rebegtek a villámcsapást egyet földet rázó mennydörgés követte. Körülbelül fél óra múlva az ápor alább hagyott, negyed órával később kigyúltak az utcai lámpák, és a zavart éjszakázók nem minden megkönnyebbülés nélkül hazatértek otthonukba. Másnap reggel a napi lapok elég futóleg említették a templomnál történteket, inkább a vihar okozta károkkal kapcsolatban. A hatalmas villámcsapás és a fősiketítő mennydörgés, ami a federál hillen történteket követte, a keleti város részek lakóit talán még jobban megijesztette. A jelenséget legjobban a Kolics lehetett megfigyelni, ha bár az álmukból felriadók közül csak kevesen vették észre azt a vakítóan izzó fényt, amely a dombok magasságában csak nem leperzselte a leveleket a kerti fákról és cserjékről. Mindenki egyetért abban, hogy a villámnak valahol a közvetlen közelben kellett becsapnia, nyomokat azonban különösképpen sehol sem találtak. Egy fiatalember a Tau Omega épületből valami groteszk módon undorító füst vélt látni az égen, még mielőtt a villám lecsapott. Rajta kívül azonban senki sem akadta ki, a furcsa jelenséget észlelte volna. A különböző beszámolók a részleteket tekintve ugyan jelentős mértékben eltérnek egymástól, mindent összevetve azonban a villámcsapást megelőzően egy hirtelen széllökésről beszélnek nyugati irányból, amely elviselhetetlen bűzárt sodort magával azt a szagot pedig, ami az utána következő másodpercekben uralkodott a környéken, általában égetnek nevezik. A fenti körülményeket mind gondosan kivizsgálták, alaposan megtárgyalták, mivel a lehetőség, hogy valamilyen módon kapcsolatba hozhatók Blake különös halálával, nem volt minden további nélkül kizárható. A pszídelta épületben lakó hallgatók, akiknek hátsó ablak a Blake dolgozó szobájára nézett, Augusztus 9-ének reggelén fedezték fel nyugat felé meredő krétafehér arcát az üveg mögött, és ugyancsak elcsodálkoztak furcsa kifejezésén. Mikor este felé változatlan tartásban látták viszont ugyanazt az arcot, nyugtalankodni kezdtek és várták, nem gyújt-e oda át villanyt valaki. Később bezörgettek a ház kapuján, és mivel senki sem nyitott ajtót, értesítették a rendőrséget. A kiküldött járőr feltörte az árat, és behatolt az épületbe. A már merev holttest test szálegyenesen ült az ablak előtt az íróasztal mellett, s amikor a behatolók egy pillantást vetettek a szerencsétlen blék kimeredő, halott szemébe, és a görcsösen összeránduló tagjaira, amelyek iszonyú félelemről árulkodtak, egy másodpercre hány ingerük támadt. Nem sokára megérkezett a halott kém, kiállította a halotti bizonyítványt, és a halálokának a teljes épségben lévő ablaküveg ellenére áramütést, illetve áramütés által kiváltott idegsokkot nevezett meg. A szörnyű arc kifejezéssel az orvos egyáltalán nem törődött, mivel a lakásban talált könyvek és festmények láttán arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez csupán annak a következménye, hogy az elhunyt túlságosan mélyen merült hátborzongató tanulmányaiba, ami az ilyen rendellenes képzelőerővel és kiegyensúlyozatlan kedélyállapottal rendelkező emberek esetében a legkevésbé sem csodálni való. A halott kém nem utolsó sorban Blake naplója miatt jutott erre a következtetésre, amit a szerencsétlen halála percéig folytatott. Merev kezében még akkor is egy törött ceruza véget szorongatott görcsösen, amikor rátaláltak. Azok a bejegyzések, amiket Blake az áramszünet beáta után vetett papírra, összefüggéstelenek és nehezen olvashatóak. Az eset kivizsgálóik közül némelyek olyan következtetéseket vontak le belőlük, melyek nem kis mértékben eltérnek a hivatalos, tudományos állásponttól. Az elféle spekulációk azonban többnyire agyrémnek számítanak, teljes bizonyossággal le lehet viszont szögezni, hogy a babonás doktor Dexter nem tett különösebben jó szolgálatot ezeknek a fantáziadús elméknek, mikor azt a különös ládikót a soklapú kővel, amit a torony ablaktalan, sötét tetőterében találtak, a Narragansett öböl legmélyebb pontján a vízbe hajította. Blake különc képzeletvilága a neurotikus kiegyensúlyozatlanság, amelynek idegrendszerére gyakorolt káros hatását csak súlyosbították az áldatlan, rég letűnt szektáról szerzett ismeretek, aminek hajmeresztő módon a nyomára bukkant. Egyértelművé teszik, hogy mennyi jelentőséget kell tulajdonítanunk hagymázos lázálmában papírra vetett sorainak. A láb következnek bejegyzései, illetve az, ami kibetűzhető volt belőlük. Még mindig semmi fény, pedig legalább öt perce már. Minden a villámlástól függ. Jaddit adja, hogy kitartson. Valami befolyás kezdi éreztetni hatását, a záporeső, a mennydörgés és a szél megsüketít. A lény hatalmába keríti elmémet. Nehézségeim vannak a gondolkodással, olyasmiket látok, amiknek a létezéséről nem is tudtam eddig. Más világok, más tejutak. Sötétség. A villámlás sötétnek tűnik, a sötétség vakító fényűnek, mint a villám. Lehetetlen, hogy a valódi templom volna az, amit ebben a szurok sötétben látni vélek. Talán a villámfény hatása a kép megmaradt a retinámon. Adja az ég, hogy az olaszok ott legyenek a gyertyáikkal, ha a villámlás abba marad. Mitől félek, hiszen ő nyarlatot ebb meg testesülése, aki kemben hajdan még emberi alakot is öltött? Emlékszem nyugatra, a messzi szaggáira és a végső űrre a fekete bolygók között. Hosszú utazás, lassú szárny csapások az űrben, a fényvilág egyetemén képtelen átkelni. A fénylő trapezoéderből támadott, küld szenvedni a fény pokali bugyraiba. A nevem Blake, Robert Harrison Blake, 620 East Knapp Street, Milwaukee, Wisconsin. Ezen a bolygón élek. Azatot irgalmaz, a villámlás abba maradt. Iszonyú, rettenetes tisztasággal látok mindent, pedig ennek semmi köze a látáshoz. A fény sötét, és a sötétség fénylik. Az emberek a dombon őrségben állnak, gyertyák és amulettek, a papjaik. Elvesztettem a távolságérzékem. A távol közel van, a közel pedig távol. Nincs fény, nincs messze látó. Látom a tornyot. Ó, ez a torony. Ablak, Hallom, Roderick Asher. Megőrültem, vagy mindjárt megfogok. A lény csoszog és kaparászik a toronyban. Én vagyok ő, és ő pedig én. Szabadulni akarok, szabadulni és erőt gyűjteni. Tudja, hol vagyok. Robert Blake vagyok, de látom a tornyot az éjszakában. Szörnyű bűz. Mindent másként érzékelek. Nekidől az ablaknak, recsen, enged, ilyen gaj. Látom, ide jön. Pokol szele, titáni felleg, fekete szárnyak. Jogszottot mencs meg! Háromszoros lángoló szem. Fordította Kornya felolvasta a József.